hogy minden egymásra veszünk, és tovább adjuk a később generációvelem ezt a hagyományt, és hát nem beszélve arról, hogy a természetet gazdagított egy fával. Aki látja, megnézheti, de nyilván aki nem látja, annak elmesélem, hogy Gyuszi azzal foglalkozkodik, hogy képzeljétek el, igen, a szalagjaink, hogy az első biciklitúrán egy táblát helyeztünk el, ami még ma is áll. A későbbi biciklitúráinkon pedig egy szalaggal kötöttük meg, vagy díszítettük a fát, és a szalagok belenőttek a fának a törzsébe. Úgyhogy Gyuszi azért is vette le, hogy nehogy életlenül lefejezze, hogy ő a fa. És akkor egy pár szó erejéig szeretném átadni a szót a polgármester úrnak. Igényi karácsai fa lesz belőle. Nagyon szépen köszönöm, és én nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket. És úgy, ahogy a kollégunk előtt elmondta, hogy ezt a fát közösen ültettük, és szépen megnőtt, és én gondját viseltem akkor is, amikor ugye látjátok, hogy elektronok egy komoly átépítés, egy másfél milliárd beruházás van, és ennek a partnak is az átépítése során odafigyeltem arra, hogy ez a fa méltó helyet kapjon, és azért ez a út, amit itt kialakítottunk, ugye, amely érinti a fát, hiszen ez egy emlék. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkező években is, amíg ez a fa úgy meg nem erősödik, hogy esetlegesen valaki ezt úgy kitöri, de én bízom benne, hogy megerősödik, hiszen évről évre gondját viselik önök is, és én is odafigyeltem, és ígérem, hogy továbbra is gondját visem ennek a fának, és ezeket az örömteli pillanatokat pedig átélhetik az elkövetkezendő években is. Én ezt kívánom önöknek, hogy minél többször tudjunk találkozni. Természetesen mondom ezt én, ha nekem még egy választást meg kell nyernem most, mert 12-én. Hajrá, hajrá, hajrá! De természetesen, mint állampolgár is nagyon szívesen állok bármikor rendelkezésre, ha netán nem jön össze ez a nemes feladat. És én ígérem, hogy ha nem leszek polgármester, akkor is gondját viselem a fának. Fogadják tőlem sok szeretettel ezt a kis lellei ajándékot. És kívánok mindenkinek nagyon szép napot. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz önökhöz és valamilyen formában. Köszönjük szépen, kaptunk egy bort, ami nagyon jól jön, mert a bor az iszonyatos mennyiségben fogy. És a többi kis emlékajándékot én meg úgy gondolom, hogy kisorsoljuk este, jó? Mit szóltok? És akkor így az igazság győz. És még annyi, hogy amit kaptunk Almádiban, az sincs elfelejtve, csak Dávid mindig berakja a kocsi mélyére, ott képeslapokat kaptunk. Juttassátok eszembe, hogy azt is kiosszam. És most szeretnénk mi is átadni ezt a kis emlékajándékot, hogy azért, ha ránéz, sajnos ezt az anyukám festette, Minike, nem sajnos, hanem hogy sajnos nem lehet itt, mert más feladata adódott. Ő az egyik legfontosabb ember a túrának és nélkülözhetetlen, de amikor ránéz, gondolja ránk, jó? És én azt megígérem, ha polgármester lesz, ha nem, mindig ide várjuk, jó? Mert ez a fa, ez önnel kötődik össze. Úgyhogy most szeretném megkérni Kövi Zolit, meg a polgármester urat, hogy ezt ketten ezt a szalagot. Viszont még annyit kérhetünk, hogy ezt is kössék hozzá, és vagy azt van külön marcagunk? Ja. Egy csomót rákötünk erre. Így van, ezt összelehet. Az alkotóművésznek egy nagy tapsot. Jó napot! Egy nagy tapsot az alkotóművésznek. De szép okó. Látod, már vissza kell ezt vágni olyan magasra, mint... De szép, jaj! Megpróbáljuk ketten úgy. Mondjuk lehet egyen lejjebb is, mert hogyha jövőre nő, akkor elérjük. Mert mondjuk ide lentre, hogy akkor, hogyha nő a fa, akkor elérjük. Hozzára, igen. Jó, meg ponton akkor szemben videózok, ez nem lesz jó. A gyerekek, ez egy vörös töltyfa, amire nem lesz kicsi, ha úgy megnő. Majd így 50 év múlva visszajövök, itt megnő.
mester úr, legyen szíves, vegye át. Hadd örökítse, erre kérem, mert az annyira gyönyörűek benne. És ez... Gyerekek, egy csoportképre álljunk össze, jó? Mondjuk azért aztán... Marian, egy kérdés. Bocsánat, te tudod? Csak egy kicsit összép, hogy... Igen, Viktor? Te tudod, hogy ez milyen fa, amit most itt láttál? Vörös tölgy. Vörös tölgy. Vörös tölgy. Köszönöm szépen, hogy akkor mutassuk meg a nézőknek is majd, akik megnézik, hogy vörös tölgyet látunk itt, aminek a... amire szalagot kötöttünk az előbb, illetve Zoli és a polgármester úr. Akinek meg jó a lába, az legból, jó? Kicsit összép, mert még kérdez, aki jó a lába, az ügybe mellé. Aki szeretne még kicsit, de nekem most le kéne guggolnod. Mi akkor mögétek állunk, bocsánat. Maradj, maradjál, Viktor, szerintem. Elfért, vagy, lát, vagy látszotok, vagy? Jó. Lejjebb egy picit, vagy beljebb, hogy a képbe benne legyünk, igen. Gyere, beljebb picit, Ferike, még, jó. Mert eltakarnak. És akkor így, jó? Így. Azt mondja, ugoljak eltakarnak, le, vagy maradjak. Egy picit emelkedj, mert így szem fogsz látszani. Így jó? Nem így benne látszani. Vagyunk? Úgy, melyik jön leszel rajta? Jó. Itt vagyok. Na jó, valami. Itt van. Igen. 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 Igen.